Szeretettel köszöntöm Önöket, ez az Eszterházi Krónika, benne az egyetemi nyári aktualitásokkal. Lássunk egy kis ízelítő témáinkból. Pontot parti, kihirdették az idei ponthatárokat. Nyári egyetem, kínai hallgatók Egerben. Sporttábor, röplabda és foci a programok sorában. Már is hozom a részleteket, tartsanak velünk! Idén is kihirdették a felvételi ponthatárokat. Egerben is együtt izgulhattak a leendő hallgatók. Az Eszterházy Károly Egyetemen szeptemberben az előző tanévhez képest 8%-kal többen kezdhetik meg a tanévet. Václav 1891 ponttal átvette a vezetést. A leendő egyetemisták így várták közösen a felvételi ponthatárok kihirdetését Egerben a Klubkafénál. Országosan a gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing és mérnök informatikus szakokra jelentkeztek a legtöbben. 3, 2, 1, rock and roll! Ponthatárok, hölgyeim és uraim! Aki megtudta, hogy fölvették, illetve látja a pontszámot, az azonnal mondja, oké? A helyszínen izgulók egy óriás kivetítőn figyelhették, hogy az egyes képzésekre, szakokra hány ponttal lehetett bekerülni. A felvételizők SMS-ben is kaptak értesítést arról, hogy pontszámaikkal mely szakra jutottak be. Hát én Pestre jelentkeztem az ELTE-re, angol-biológia szakos tanára. Tudtam már, mert 100 ponttal több volt, de mégis tudjátok, az a stressz, hogy lejött a vállamról, ez fantasztikus érzés. Megkapni az SMS-t, brutális. Mérnök infóra felvettek, jó került. A Corvinus Egyetemre vettek fel, kommunikációs média szakra engem is, és Virág barátnőmet is, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. Így szuper. A helyszínen több szervezet is képviseltette magát, köztük az Eszterházy Károly Egyetem. Jó hír, hogy idén 8%-kal több hallgató kezdheti meg a tanévet az intézményben. Mintegy 8%-kal több jelentkező nyert felvételt az idén az Eszterházy Károly Egyetemre, mint az előző tanévre, úgyhogy mi ennyi szóval is elégedettek vagyunk ezzel a számadattal. felvettek.uniesterházy.hu oldalon közzé tettünk valamennyi információt, amit a beiratkozásról tudni kell, a kollégium igénylésről, és természetesen a gólyatáborról is, amire augusztus végén kerül sor Tiszafüreden, ahová valamennyi első éves gólyánkat várjuk sok szeretettel. A jelentkezési lapot is ott tudják letölteni, illetve minden olyan információt, ami a gólyatáborra vagy a beiratkozásra vonatkozik. Lecsúsztál a ponthatárról? Számolj velünk! Pont felvételiz az Eszterházy Károly Egyetemre. Várunk szeptemberben, légy te is Eszterházy is! Az intézményről, a szeptemberi beiratkozásról és a pótfelvételéről is megtudhattak hasznos információkat az érdeklődők. Július 29-én indul a pótfelvételi eljárás. Azok számára, akik vagy nem jelentkeztek február 15-ig az általános felvételi eljárásra, vagy nem nyertek felvételt a mai napon egyetlen egy felsőoktatási intézménybe sem. Elektronikusan a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni augusztus 7-én éjfélig. A felvételt nyert nemegri hallgatóknak július 29 és augusztus 10 között van lehetősége jelentkezni a kollégiumokba. Az Eszterházy Károly Egyetem mind a négy kampuszára várják a leendő elsősöket. A kollégiumi helyek biztosítását szociális helyzet alapján bírálják el. Fontos, hogy minden igazolás postázva legyen a jelentkezési lappal együtt. A legfontosabbak a hatósági bizonyítvány a leendő hallgató állandó lakcíméről, közös háztartásban élőkről. Amennyiben vannak testvérek, kiskorú testvérek esetén születési anyakönyv kivonat másolata, nagykorú testvérek esetén iskola látogatási, hallgatói igazolás vagy munkáltatói igazolás, illetve szülők munkáltatói igazolása. Minden további igazolás a kollégiumi felvételi pályázat lábjegyzeteiben le vannak írva. A kollégiumi férőhelyekről eredmény várhatóan augusztus 20-a után lesz. A leendő egyetemistáknak a beiratkozás előtt lehetősége lesz elmenni a gólyatáborba is, amit idén újra Tiszafüreden rendeznek meg. A hatékony beavatás biztosító feladatok mellett az elsős egyetemistáknak lehetőségük lesz informálódni hallgatóktól, oktatóktól a képzésükkel, kollégiummal és a gólyahittel kapcsolatban is. A gólyahit szeptember 4-én kezdődik, melynek során a beiratkozáson kívül tájékoztatókon és az évnyitón vehetnek részt az elsős hallgatók. Angol nyelvfejlesztéssel, borkultúrával foglalkoztak azok a kínai hallgatók, akik a pekingi egyetemről érkeztek az Eszterházy Károly Egyetemre. A 10 fős delegáció 2 hetet töltött az intézményben. Elsősorban az angol nyelvtanulásra, emellett pedig a borkultúrára helyezték a hangsúlyt a nyári egyetem során. A pekingi partnerintézményből 10 hallgató és kísérőoktató is érkezett Egerbe.
A delegációval érkező oktató úgy fogalmazott, a két egyetem között nagyon hasznos ez az együttműködés. Nekik oktatóknak és a hallgatóknak is egy nagy lehetőség ez a kapcsolat, hogy a különböző tapasztalatokat, oktatási koncepciókat megosszák egymással. Hozzátette, még hallottak róla, hogy Egerben kiváló borászok dolgoznak, és remek borokat kóstolhat az ember. A líceumban a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője Télerné Tóth Katalin és dr. Pajtótné dr. Tari Ilona rektorhelyettes köszöntötte a vendégeket. Elhangzott, a látogatásnak már voltak előzményei. Az intézmény a Beijing Union University, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ők az első kínai partner intézményünk, még 2013-ban indult az együttműködés, és elsősorban a nyári egyetemei programok azok, amelyek rendszeresen ismétlődnek. Ez alkalommal egy 9 diákból és egy tanárból álló csoport érkezett. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ők a tandíjat kifizetik erre a nyári egyetemi programra, tehát ez nem csak a kapcsolatot erősíti a két egyetem között, hanem az intézményünknek bevételt is generál. Szó esett a kurzus céljáról, arról, hogy ez alkalommal prioritást élvez a résztvevők beszéd és írásbeli angol nyelvi készségének intenzív fejlesztése. A látogatás célja egy kéthetes élelmiszertudományi képzéssel kombinált angol nyelvtanfolyam. És ez a partner egyetemünk, akikkel már évek óta kapcsolatban vagyunk, de a múlt évben volt egy látogatás az egyetemről decemberben, és akkor megbeszéltük, hogy szeretnénk intenzívebbé tenni a kapcsolatokat, főleg gazdasági és művészeti területen. Nem csak elméletben hallhattak a borászat hátteréről a vendégek, de személyesen terepmunka alkalmával is betekintést nyerhettek a borászok munkájába. Elsősorban gyakorlati és egy kis elméleti tananyag lesz besűrítve. Egy napot kint fognak tölteni a szőlőben, megnézik azt, hogy melyik Egernek a legjobb termőhelye. Ezt követően pedig meglátogatják Egernek egy-két nagyon szép és fontos pincészetét. A maradék három napban pedig főleg borkóstoló borvidékeknek a bemutatása, magyarországi borvidékek, külföldi borvidékeknek a bemutatása kerül majd sorra, és az egész program egy vizsgával fog zárulni, aminek a témája az egy prezentáció lesz. Az itt töltött idő alatt természetesen nem kizárólag a tanulásra helyezték a hangsúlyt a vendégek, megismerkedtek a várossal és az egyetem kampuszaival. A Tokaji Borvidék egységes megjelenítése és fejlődésének támogatása a célja annak a térinformatikai keretrendszernek, mely a Kassai Pável József Szafarik Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem közötti együttműködés révén jött létre. Sárospatakon tartották a Tokaj GIS nemzetközi projekt zárását, amely egy térinformatikai keretrendszer fejlesztését foglalta magában. A kutatás célterülete egy közös magyar-szlovák terület, a Tokaji Borvidék volt, melyen tesztelték azokat a gyakorlatokat és módszereket, mely alapján egy nyílt forráskódú rendszer fejlesztését el tudták végezni. A legfontosabb kérdés a térinformatikai vagy a térbeli adatok egységesítése volt. Igazából ez volt a célja a rendszernek, és ezt egy úgymond térinformatikai keretrendszerbe integráltuk, ami két célt szolgál. Egyrészt ez egy disszeminációs felület, tehát mondjuk azt, hogy az Eszterházy Károly Egyetemnek, illetve a Kassai Egyetemnek a disszeminációs terepi feladatainak egy disszeminációs felület, egy megjelentési felület, illetve ezekből a későbbiek során fogunk tudni szolgáltatási platformokat létrehozni, tehát hogyha van egy boros gazda, egy szőlős gazda, aki szeretne térinformatikai adatokat használni, például ültetvények kialakításához, vagy pincebővítéshez, 3D objektumokra van szüksége, akkor ezen a felületen keresztül el tudja érni ezeket az alapadatokat. Úgyhogy ilyen szinten ugye ennek a fejlesztésnek van egy gazdasági, vagy lesz egy gazdasági lába is, nyilván erről csak a fenntartási idő után beszélhetünk. A Kassai Pavel József Szafarik Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló térinformatikai keretrendszer célja az is, hogy a két intézmény szakmai tapasztalatait megoszthassa egymással, illetve közös tanulási és gyakorlati lehetőségeket teremthessenek a borvidéki moduláris térinformatikai keretrendszer működtetésének segítségével. A nemzetközi projektünkben én a szakmai megvalósítóként vettem részt,
És elsősorban az adatbázisok egységesítéséért voltam felelős. A mai alkalommal pedig ezeket az adatbázisokat, valamint az általunk kifejlesztett webalapú térinformatikai keretrendszernek a funkcióit mutattam be, tehát, hogy mely funkciókat mire használhatjuk, és hogyan működik egyáltalán maga a rendszer. A webben publikált három nyelvű térinformatikai keretrendszer tartalma információforrásként szolgál a borvidéki vállalkozások, önkormányzatok, közigazgatási intézmények, lakosok, valamint a turizmus szereplői számára. Mozgás, jókedv, igazi közösségi élmény. Ezt kínálta a gyakorlóiskolában szervezett nyári sporttábor. Röplabdázni és focizni is megtanulhattak a táborozó diákok ez alatt a néhány nap alatt. Sorban érkeznek az instrukciók a sportos tábor első napján, a röplabda alapjait sajátíthatták el a táborozók. Nekem az atlétika kedvenc sportágam, és azt is csinálok, meg hát ebben a táborban pedig szerintem a foci lesz, ami a kedvencem lesz. Azért jó mozogni, mert hát ha bent ülünk egész nap a tévé előtt, az nem jó, hanem mozogni kell. Egy kicsit. Volt, aki osztálytársakkal együtt nevezett a sporttáborba is, olyan is, aki a sport szeretetéért, a mozgás élménye miatt egyedül is eljött. Egy, akit Balaton is mehettünk össze, csak ő az egy elejjelbi csapatba jelezti, őt vele szoktunk, de inkább az osztályfőnök a Melvin Tordai Vincével, Vince bácsival szoktunk lenni, mert nekem itt nincsen osztálytársam vagy olyan barátom. A tábor elsődleges célja egyébként elősegíteni a gyermekek társas kapcsolatainak kiépítését. A nyári szünet és a sport adta lehetőségek kihasználása nyomán tartják a szervezők. Egész héten különböző mozgásformákat, labdás játékokat próbálunk ki. A mai nap folyamán röplabdázunk leginkább, holnapi nap lesz egy kis tollaslabda, kis asztali tenisz, szerdán labdarúgás, csütörtök kézilabda, pénteken pedig kosárlabda alapjait igyekszünk megtanítani a gyerkőcökkel. Mit kell tudni ezekről a gyerekekről? Kellett, hogy egyfajta sportmúlttal rendelkezzenek, vagy ez abszolút egy szabadidős kikapcsolódási program neki? Ez mindenképpen ilyen szabadidős kikapcsolódási formát választottuk. Van, akinek természetesen van sportolói múltja, nagyon sokan igazolt versenyzők is, de vannak, akik teljesen hobbi szinten nézik ezeket a sportokat. Itt ennek a tábornak a célja, hogy minél többet mozogjanak a gyerekek, és megszerettessük valamelyik labdajátékot velük. A táborvezetők célul tűzték ki a fiatalok tudatos életre nevelését, a fizikai aktivitás különböző formáinak megismerését, különböző sportágak által. Abban is bíznak, hogy a táborozók kellemesen elfáradva, sok maradandó élménnyel zárják ezt a néhány napot. Interaktív nyári napközis tábort szerveztek az Egri Markot Ferenc kórházban. A Heves megyei kormányhivatal szakemberei játékos formában hívták fel a gyerekek figyelmét a higiéniai alapszabályokra. Csak mennek ki világít, láttok világítást? Itt éppen azt vizsgálják a gyerekek, hogy mennyi kórokozót rejt a kezünk, ha nem mosunk alaposan kezet. Játékos formában 5 állomáson keresztül hívták fel a fiatalok figyelmét a higiéniai alapszabályok betartására az Egri Markot Ferenc kórházban szervezett nyári táborban. Az interaktív nyári programot a Heves megyei kormányhivatal szervezte. Már gyerekkorban nagyon fontos megalapoznunk a személyi és készhigiénés szokásokat. A gyerekek rendkívül fogékonyak, befogadóak az ismeretekre. Az iskolai tanulmányaik során is részesülnek egészségnevelésben, illetve egészségfejlesztésben. Azonban mi szeretnénk a nyári napközis tábor lehetőségét megragadni arra, hogy játékos módon kísérleteket, játékokat végezve, és némi információt becsempészve hasznos dolgokat vigyenek haza magukkal. A kormányhivatal egészségfejlesztő szakemberei látványos kísérletekkel mutatták be a mikróbák világát. A táborozók megtudhatták, miért fontos a helyes kézmosás, illetve hogy miért szükséges, hogy az ételeket megfelelő higiéniai körülmények között tároljuk. Az előadás során felhívták a figyelmet a felelős antibiotikum használatra is. Maga a program, mivel nagyon látványos és nagyon játékos, és a gyerekek nem unatkoznak, ezek a látványos kísérletek, a gyurmázás, hogy teljesen belesznek vonva minden egyes kísérletbe, ezzel az a tapasztalatunk, hogy sokkal többet tanulnak, mint hogyha csak kiállnánk és elmondanánk nekik ezeket a dolgokat.
A szakemberek meglátása szerint a gyerekek kellőképpen fel vannak világosítva a higiéniai alapszabályokról. Viszont mindig fontos erről beszélni, ahogyan nőnek a gyerekek, hogy a megfelelő életkorhoz megfelelő tudást társuljon. Én ebéd előtt, ebéd után mindig szoktam kezet mosni. Ha valamihez hozzányúlok, hát nem mindig, hanem általában sokszor szoktam reggeli előtt, reggeli után, fogmosás előtt, mert ugye lehet mikrobás a kezünk, és akkor rávisszük a fogkefére. Meg mindig úgy szoktam, hogy külön pohárba tartjuk a fogkeféket, nem abban, amiben öblítünk, mert abban lehetnek ugyanúgy vírusok. A játékos tudomány interaktív óra célja, hogy a gyerekek napközis táboroztatását tartalmassá tegye. Az egyhetes tábor végére azt tűzték ki célul, hogy a mindennapokban is gyakran alkalmazzák az elsajátított ismereteiket, praktikákat. Kedves nézőink, ez volt az Eszterházi Krónika. Tartsanak velünk legközelebb is, ha nem szeretnének kimaradni az egyetemen történtekből. További szép nyarat kívánok, viszontlátásra!